Szegeden a Fekete Házban kiállítás nyílt a Szegedi Nagyárvíz 140. évfordulójának alkalmából. A megnyitó ünnepségen Simoncsics János tartott beszédet, amely során felolvasott egy az árvízzel kapcsolatos írást is. Az árvíz először a Felsőváros felé eső teknőt töltötte be olyan magasságig, aminő az akkori országút volt, és csak akkor tölt át hatalmának teljes erejével az alsóváros felé bevégezni gyászos művét. Mi, akik a Mars téren, az alsó teknőben voltunk, az árvíz megjelenésére körülbelül hajnali 2 óráig várakoztunk. A budai úton keresztül áthallatszott hozzánk az életükért küzdő emberek kétségbe esett jajveszékelése, az egymás után összeroskadó házak borzalmas recsegése, az állatok keserves bőgése. A visszhangok háborzongató zűrjébe búsan kongott bele a városházi harang. A kiállításon sok neves művész alkotását tekinthetik meg az érdeklődők, amelyek felidézik a tragédiát és az azt követő új reményeket a szegedi lakosoknak. Szegedet lesújtva fölemeltem, ez a kiállítás címe, Mikszáth Kálmántól való az idézet. Azért éppen tőle, mert ő végigkísérte a szegedi árvíz eseményeit, szemtanúként számolt be a lapokban az árvíz történetéről. Ezt a címet, vagy ezt a sort egyébként később írta le 1879 év végén egy novellájában, amelyben gyakorlatilag az új évtől búcsúzott el, és hogy mi az, amit elvette az új év, és mi az, amit hozhat az új év. Ez a Gyerekszobában című novellából való ez a mondat, amelyet most a kiállítás címeként ragadtunk ki. A Szegedet lesújtva fölemeltem című kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg.